B. Király Györgyi ruháiról és ékszereiről a Karizma Plus gondoskodik. Ízületi negyed, Fejfájás utca, Betegségfalva, Akut sugárút, Krónikus körút, Gyulladás híd, Túlsúlyos sugárút, Gyógyulás körút, Egészségtér. Az ajtók a természetes oldalon nyílnak. Köszöntöm nézőinket. Állítsuk meg az elhízást, ez volt a Magyar Elhízás Tudományi Társaság jubileumi kongresszusának a szlogenje. Értelemszerűen erről, de még másról is, mondjuk a bolygóbarát étrendről beszélgetünk dr. Halmi Eszterrel, a Magyar Elhízás Tudományi Társaság elnökével. Szervusz, Eszter! Szervusz! Az első kérdésem az, hogy mi az oka annak, hogy egyre több üres kalóriát fogyasztunk? Tehát, hogy aratnak a különböző chipszek, meg a sült krumpli, amiről tudjuk, hogy jó magas a kalóriatartalma, de hát a tápanyagtartalma az elenyészően kicsi. És azt is tudjuk, hogy a túlsúly meg az elhízás ugye ennek a függvényében alakul ki, és hát már unásig ismételt a ti kongresszusotokon is, meg általában, hogy és akkor ez hány társbetegséggel jár, a kettes típusú diabétesz, a szív- és érbetegségek, a daganatos, nem sorolom tovább. Szóval miért változik, vagy változott ilyen rossz irányba a táplálkozásunk? Hát nagyon gyorsan változik a táplálkozási környezet. Ugye most már nem azt kapjuk meg az élelmiszerboltokban, amit 20 évvel, vagy 10 évvel, vagy akár 3 évvel ezelőtt megkaptunk. Nagyon gyorsan cserélődnek a termékek. Egyre több a gyors és készre készített úgynevezett kényelmi termék. A kényelmi termékeket sajnos preferálja a lakosság, hiszen egyre kevesebb az időnk, egyre elfoglaltabbak vagyunk, egyre rohanóbb az élet. Meg talán egyre lustábbak is, mert most miért álljak én neki sütni, főzni, ha egyszer csak kiveszem a hűtőből és megmelegítem. Pontosan így van, ezért kényelmi termék ez a neve ezeknek a termékeknek, és sajnos ezt azonnal lekapkodjuk a polcokról, felnőttek is, és sajnos a gyermekek is egyből, és ez nagyon káros. Tulajdonképpen ilyen formán eltolódott a táplálkozásunk, ezen kívül ezeket a termékeket nem időre étkezzük reggel, délben, este a korábbi megszokott főétkezések és mellékétkezések táján, hanem bármikor rendelkezésre áll, amikor a közelünkben van, hozzá tudunk jutni, és ezeket a többlet kalóriákat nem is vesszük észre, hogy mennyivel többet fogyasztunk, mint a korábbi szakaszban. Hát például az utóbbi 40 évben minimum átlag 500 kalóriával többet fogyaszt az európai ember. Hát látszik is rajtunk. Ez nagyon sok, ez pontosan annyi, ami miatt a mai felnőtt ember, férfi vagy nő nem 60-70, hanem 80-90 kg ma már. Úgyhogy, és hát sajnos a gyerekeknél is ugyanez jelentkezik. Nem véletlen, hogy minden negyedik, ötödik gyerek elhízott. Ha már hála Istennek szóba hoztad a kényelmi termékeket, akkor ugye ezekkel a bizonyos kényelmi termékekkel együtt rengeteg szemetet is megeszünk. És én nem voltam rest, és megnéztem puszta kíváncsiságból a Nébih portáját, és akkor elmondom neked, nem fogom az egészet felolvasni, mert az rettentően hosszú lenne, de csak a 2022. decemberében visszahívott termékek egy részét mondanám. Fagyasztott vasírtalap szalmonella lehetséges jelenléte miatt, svéd mandulatorta fémdarab esetleges jelenléte miatt, brisajt, Listeria monokitogenes szennyezettség miatt, ez ugye egy rémálom, mert ahogy megnéztem szövődményként az agyhártya gyulladástól kezdve, még a halálig és a vetélésig, a halva született magzatig rengeteg mindent okoz. Van nem jelölt glutén lencsepálcikában, és nem jelölt allergén földi mogyoró vanília proteinbár termékben. Na most ebben meg ugye egy anafilaxiás sokban meg is lehet halni, tehát ezek azért elég rémes dolgok ilyeneket látni. Pontosan ezért nagy gond, hogy hihetetlen mennyiségben megszaporodtak az új termékek, és nagyon fontos az ellenőrzés, tehát a Nébih ellenőrzései ma már a legfontosabbak. Tulajdonképpen a táplálkozási környezet alatt egyrészt azt értjük, ami megváltozott és
nagyon nagy veszélyt hordoz ma már magába. Egyrészt értjük azt, hogy a lakókörnyezetben mi az, ami könnyen megvehető, de ugyanúgy azt is jelenti, hogy milyen messziről szállították, mennyire ellenőrzött a termék, valódi a szavatossági ideje például, ez is nagyon sokszor nagyon sokszor ragasztják, hát elképesztő. És sajnálatos módon, amit a környezetben könnyen megtalál valaki, azt tudja megvásárolni. Tehát ez az egyik célzott irány egyébként elhízás vonatkozásában is, nem csak az egészséges táplálék biztosítása miatt, hogy a megszaporodott késztermékek miatt szinte már nem is tudjuk pontosan azonosítani, hogy mi az, amit magához vesz valaki egy adott nap, és amikor például a táplálkozási naplóját készíti, táplálkozási felmérést készítünk, és ajánlattal élünk, akkor ez is nehezíti ma már meghatározni azt, hogy vajon mi tolódott el, és mennyire érdekes az mondjuk az elhízás szempontjából. Lassan eljutunk oda, nézve a különböző plázák pultjain roskadozó kényelmi ételeket, amikről ugye látjuk, hogy a adott esetben az üres galéria, az ügyes kalória mellett csak kinyögöm, mennyi minden van benne, hogy igazándiból már az a jó, hogyha az ember elköltözik vidékre, és akkor nekiáll, és a kis kertjébe termeszti a gyümölcsöt meg a zöldséget. És emlékszem, hogy ebben a műsorban ült Csicsor János egy alkalommal, aki azt mondta, hogy hát az nem baj, ha nincs mindenkinek kertje, de ha legalább van egy terasza, vagy egy erkélye, akkor tessék ott termeszteni valamit. Tehát, hogy lassan eljutunk ide. Igen, pontosan, nagyon jó a gondolat és a felvetése, és azért jegyezzük meg, hogy üres kalóriák azt jelentik, hogy tápanyagot nem igazán tartalmaz, csak kalóriát tartalmaz. Tehát arra kellene törekednünk, hogy a megfelelő tápanyagbevitelt biztosítsuk, mert a mai élettel, a magas kalóriabevitel mellett egyáltalán nem biztosított a megfelelő tápanyagok felvétele, és nagyon érdekes, hogy például amikor ismételten valaki fogyókúrázik, és saját maga fogyókúrázik, akkor gondoljunk bele, hogy mennyire leszorítja a kalóriabevitelt, mert vagy koplal, vagy nagyon alacsony kalórián van, és akkor egyáltalán nincs biztosítva a megfelelő tápanyagbevitele, akkor tulajdonképpen vitaminhiányban, ásványi nyomelemhiányban fog előbb-utóbb szenvedni, ami miatt nem véletlenül a szervezet követeli a magáért. És majd rátörnek a nagy falássóhamok. Jön a visszacsapás, így van. Na most visszatérve, hogy az üres kalóriák helyett a tápanyagban gazdag élelemforrásokat, tápanyagforrásokat kellene biztosítani magunknak, és hát miben találjuk meg azt a természetes étkekben, a zöldséggyümölcsben, az akár a balkonon termesztett kis apró paradicsomban, amit említettél, vagy a zöld fűszereket, amelyeket hát a konyhaablakban is lehet, nem csak erkése kell hozzá, csak cserép, néhány igen, cserép. Igen, és akkor frissen le lehet apróra szelni azt a kis zöld fűszerfélét, ami esetleg frissen rendelkezésre áll. Tehát át kell egy kicsit értékeljük azt, hogy mi kerüljön a bevásárló kosárba. És ehhez nagy önfegyelem kell, és ehhez valóban kell a vásárlási lista, és valóban az kell, hogy ne éhesen menjünk vásárolni. Egyébként nagyon sok izgalmas téma volt, tehát tényleg a megelőzéstől kezdve a terápia, hogyan lehet kezelni az elhízást, a konzervatív életmód tanácsok, a mozgásterápia, a dietetikus szerepe, a műtéti beavatkozás, nem fogok mindent felsorolni. Nekem nagyon tetszett, átküldtél egy PDF-et, egy előadás, amelyik a bolygóbarát táplálkozásról és a bolygóbarát étrendről szólt, és abban volt többek között, hogy első lépcsőfokként szó arról, hogy a kényelmi ételek mellett is helyett milyen jó lenne ezekre a bizonyos clean label ételekre áttérni. Tehát ez a tiszta címke, amelyik nem tartalmaz, nem génmódosítót, nem tartalmaz vegyszereket, nem tartalmaz tartósítószereket, nincsenek benne e-származékok. Tehát ezek ma már az üzletekben megtalálhatók, de valahogy szerintem nincs még benne az agyunkban, a kezünkben, hogy odafigyeljünk, és hogy ha már ilyen jellegű ételeket veszünk, akkor ezeket vigyük.
Igen, igen, pontosan. Nagyon nagy erőkkel folyik most egy Európai Uniós harmonizálás, hogy a food labeling, tehát a termékjelölés, az nagyjából hasonlóan jelenjen meg az európai országokban, hogy azonos termékeket esetleg a különböző országokban hát azonosan minősítsék, és tudjuk azt, hogy mit étkezünk. Fontos ma már megnézni azt, hogy mi van egy terméken, végig kell szaladni rajta, és valóban a tiszta élelmiszerek iránti igény megnőtt, tehát ilyen formán nekünk is oda kell figyelni erre. Az egy másik kérdés, amit felvetettél, hogy a bolygóbarát, hát nagyon sok új irányzat van ma már, felerősödtek a vegetariánizmusnak a különböző irányzatai, a vegán irányzat úgy szintén erősödött, és... Szabad ne felejtsd, Eszter, találtam egy nagyon izgalmas kifejezést ebben a dolgozatban, ami ugye nálatok hangzott el, flexitariánus táplálkozás, ami szintén bolygóbarát étrend. Na, ezt fejtsd meg nekem. Hát ezzel egyébként magam is foglalkoztam, mert nagy divatja van. Különösen a nyugat-európai országokban már nagyon elterjedt, és a fiatalok körében különösen elterjedt, mert pontosan hát a bolygó védelmében, és elsősorban a hús ételek visszafogását jelenti, a zöldség-gyümölcs ételekből többet fogyasszunk, azt jelenti. Na most... De nem zárja ki teljesen a húst sem, meg igen. Az állati eredetű élelmiszert sem. Így van, így van. Tehát ez egy megengedő étrend tulajdonképpen, és ezért különösen jelentősége van a jövőt illetően, én azt gondolom, mert valóban az utóbbi évtizedekben a húsfogyasztás jelentősen emelkedett, és megnéztem például a flexitariánus étrend ezzel, hogy bővebb zöldségben, gyümölcsben kevesebb húsétel tartalmaz. Nagyon hasonlít például a 19. századi hazai táplálkozáshoz, kárpát-medencei táplálkozáshoz. Tudnélik, akkor is megvoltak a tésztanapok, zöldségnapok, a vacsorára a friss gyümölcs, a hétvégén volt húsétel az asztalon, tehát nagyon érdekes, hogy arányaiban egy kicsit hasonlít ehhez, és azt viszont el kell mondani, hogy a mérték nagyon fontos, hogy a fehérje bevitelt biztosítani kell, de például a húsételektől könnyebben emészhető fehérjékat, a fehérjeféléket biztosít például a tej, a tojás, a túró, a joghurtfélék, a tejtermékek, a növényi sajtot. Fehérjék. Tehát, na most lehet színesíteni természetesen a növényi fehérjékkel, ott a hüvelyeseknek nagy jelentősége van, telítőértékük a rostartalmuk miatt, tehát a bab, borsó, lencse, csicseri borsó, ezeknek telítőértékük és fehérjetartalmuk, növényi fehérjetartalmuk magas, tehát ezeket nagyon jól lehet hasznosítani. Úgyhogy tulajdonképpen egy ajánlható étrend, azt jelenti, hogy picit visszafogottabban visszük be a húsételeket, de ott is például a időszakosan nem célszerű kiirtani a vörös húsokat, kisebb gyakorisággal az étrendből, és ugyanúgy a szárnyas féléket, és hát természetesen a halfogyasztásunkat pedig növelni kellene, mert a múltban lényegesen nagyobb halfogyasztó volt a magyar. Tehát akkor semmi más nem kell ezzel a flexitariánius étrenddel tenni, mint hogy azt mondjuk, hogy szépen visszatérünk őseink Kárpát-medencei étrendjéhez, és ez így nagyon szimpatikus. Találtam egy érdekes statisztikai adatot, ez már egy prognózis, egy előrejelzés. Egyes előrejelzések szerint 2040-re az emberiség által elfogyasztott fehérje 40%-a lesz állati, és akkor most itt van a maradék 60, ugye? 25%-a növényi eredetű, a maradék 35%-ot laboratóriumban fogják előállítani. Tehát akkor jönnek a hús helyettesítők, és azért én azt hiszem, hogy miután egyre több plázában találkozunk már ezekkel a hús helyettesítőkkel, akár darálva, akár sült húsnak készítsd el, tehát többféle recept alapján, mi a tanácsod, hogyan kezeljük ezeket, vigyük, vegyük, együk, vagy?
Hát kezeljük egy picit óvatosan még, hiszen az elején tartunk a különböző idézőjelben műhúsok előállításának. Igen, egyébként ez a hivatalos nevük, hogy műhús, igen. Igen, igen, most tekintettel arra, hogy pillanatnyilag még a kezdetén járunk, ahogy említettem, én azért óvatosan bánnék ezekkel, és nagyon érdekes, hogy az újdonságokra mindig vevő a piac, tehát állandóan az új jelzők és különböző egyéb olyan élelmiszer marketing fogásokkal látják el a különböző új termékeket, amelyek vonzák a laikus közönséget, tehát egyébként a legkülönbözőbb a csomagolása. A bio, az organikus, a mentes, a mindenmentes, tehát a legkülönbözőbb féle dolgok jelennek meg, pontosan azért, mert hát ez nagy felvevő piac, és a marketing eszközök működnek, tehát azért én egy kis óvatosságra intenék mindenkit, és előnyben részesíteném pillanatnyilag, hogy vegyük figyelembe azt, hogy gyermekek felnőttek, lakossági felmérés, saját felmérésünk, az elhízottak különböző fokozatait vizsgálva felméréseimben hihetetlenül alacsony a zöldség-gyümölcs fogyasztás. Tehát ezt nem lehet eléggé, tehát egy kicsit abba az irányba vigyük el a táplálkozásunkat pillanatnyilag, és várjunk még egy kicsit azzal, hogy színesítsük a palettát a különböző úgynevezett műtermékekkel. Egyébként az elhízással, meg a túlsúllyal, meg a kilók rakodásával, ezek a termékek, amiről most beszélgetünk, ezek hogyan függenek össze? Jót tesznek, nem tesznek jót, segítik az elhízást, visszafejlesztik, segítenek leadni a kilókat, mit csinálnak? Nincs még rá vizsgálat. Ja, hogy nincs. Tulajdonképpen arra van vizsgálat, ugye nagyon sok vizsgálat volt már az utóbbi két évtizedben, hogyha a makrotápanyagok közül valamit, tehát a fehérjefélét megfogjuk, a szénhidrátfélét megfogjuk, vagy a zsiradékot megfogjuk, akkor mi történik, és hát nagy háborúk is voltak a különböző világméretű kutatóintézetek között egy időben, hogy a szénhidrátot, vagy pedig a zsiradékot kell megfogni, és hát sajnálatos módon pillanatnyilag az a helyzet, hogy a kalóriát kell megfogni, változatlanul az a helyzet, mert hosszú távon, úgy rövid távon ugyan mutatnak nagyon enyhe eltéréseket a különböző felmérések, de hosszú távon azt jelzik, hogy egy nagyon kevés visszafogással, egy 20-30%-os kalóriabeviteli visszafogással célszerű és fokozatosan célszerű hosszú távon a táplálkozást módosítani, és hosszú távon ez vezet előbbre. Tehát azt tudom neked mondani, hogy ez irányba még nincsenek igazán vizsgálatok. Erről nincs, de a magyar lakosság túlsúlyáról van, mert hogy ugye ti is partnerek vagytok ebbe a bizonyos magyar átfogó egészségvédelmi szűrőprogramban, és hát nyilván 2010-től 2022-ig nem egy és nem két felmérést készítettetek, hiszen több tízezer, nyilván jobban tudod nálam, mint én, hogy hány ezer ember fordult meg 12 év alatt a szűrőkamionokban. Mit tapasztaltatok, Eszter, hogy a hazai lakosság az elhízás arányát meg a túlsúlyt tekintve. A férfiak vagy a nők vezetnek, hogy állnak a gyerekek, fontos-e az életkor szerinti megoszlás, tehát hogy inkább a fiatalabbak, az elhízottabbak vagy az idősebbek? Igen, nagyon sok eredményünk van az elmúlt 12 évet illetően, és a trendjét is vizsgáltuk, hogy ez alatt az időszak alatt hogy alakult a lakosság testsúlya. A 2017-ig az látszott, hogy az elhízás jelentősen nő, az elhízás előfordulása, tehát a 30-as testtömegindex fölötti elhízásról beszélünk, míg a túlsúly az nem növekedett. Érdekes módon aztán 2018-19-ben kicsit lassulni látszott az elhízás növekedése is, és akkor már kezdtünk örülni, és különösen gyermekek körében, az nem a felnőtt lakossági szűrőprogramban, hanem egy nemzetközi úgynevezett kózi gyermekvizsgálatban mutatkozott, hogy ugyanebben az időszakban
lassulni látszott, és megállt a túlsúly elhízás együttes előfordulás a gyermekek körében is. Hasonló adatokat hozott az országos táplálkozási felmérése a KSH és az OÉTI OGYEI-nek, hogy lassulni látszott, éppen kongresszusunkon mutatta be az intézet a 19-es adatokat, ezzel szemben viszont a lakossági szűrő programból meg tudtuk állapítani, és az a legújabb vizsgálatunk, hogy 2022-ig a covidos időszak 3 évében viszont újra nőtt, és sajnálatos módon intenzíven nőtt, mind a túlsúly, mind az elhízás előfordulása férfiak és nők körében is, és ami elég sajnálatos, a legintenzívebben a fiatalabb korosztályokban, tehát a 18 és 35 év közöttieknél igen dinamikusan, 35-45 év között is jelentősen, és az idősebb korban kevésbé nőtt az előfordulás. Tehát nagyon rossz tendenciát mutat a covidos időszak. Ejtsünk még néhány szót arról, hogy mennyire vagyunk tudatosak, mennyire figyelünk oda arra, ugye már beszéltünk üres kalóriáról, szemétről, flexitariánus táplálkozásról, hogy tulajdonképpen ez a régi angol mondás, hogy az leszel, amit megeszel, az él, és hogy igazándiból nem csak az élvezeti érték meg az örömforrása fontos, amikor eszünk, hanem hogy az egészségünket meg tudjuk őrizni az egészséges táplálékokkal. És ugye pont ezért írtunk ki a hatos csatorna támogatásával a Magyar Elhízás Tudományi Társaság és a Korkontroll Társaság egy receptversenyt, amit egyébként idén megint meg fogunk ismételni, a fermentált ételekről. Ami nem csak, hogy az emésztésünket segíti elő, és ezzel is azt szeretném sugallni, hogy erre nagyobb hangsúlyt kellene helyezni, hanem egész egyszerűen miután a mikrobiomunkat tápláljuk, miután a jó baktériumokat erősítjük vele, ugye azt az egyensúlyt, hogy ne billenjen meg, hogy ne menjek el a betegség irányába, tehát hogy maradjak minél tovább egészséges. Igen, nagyon szerencsés volt ez a receptverseny, és nagyon sokféle nagyon kitűnő munka érkezett be, és hát itt arról van szó, hogy védjük a bélrendszerünket, a gyomorbélrendszerünket, és különösen a bél mikroflóráját védjük, és hogyan tudjuk védeni. Úgy, hogy ma már, ez is egy nagy hiba, elfelejtett, mivel a hagyományos étkezésektől már régen eltértünk, és az említett nagyon sok új típusú étkezés, és nagyon sokféle variáció, és kinek éppen mi ragadja meg a figyelmét, az kerül előtérbe, ezért ma már a mai ember nem igazán tudja, hogy mit mivel fogyasszon el. És ez borzasztóan fontos az arányok miatt, tehát ha figyelembe vesszük azt, hogy egy közép-európai étkezésben mennyire fontos volt például a savanyúságok, hogy az asztalon legyenek minden étkezésnél, amelyek rostot tartalmaznak, amelyek fermentáltak, erjesztettek, savanyítottak, amelyek segítették azt a főételt, amit a közép-európai, tehát a szárazföldi étkezés jelentett. Mert egész más volt, és jelenleg is más a mediterrán népek, tehát a tengerparti népek étkezése, és egész más a hidegévi vagy melegégővi népek étkezése, és más volt természetesen a mi hagyományos étkezésünk is, és miért nem voltak a múltban elhízott emberek. Mert jobban tudtuk azt, hogy mit mivel fogyasszunk. Ma már nagyon gyakori az, és elhízásban különösen tapasztaljuk, hogy egyoldalúvá válik az egyén étkezése. És tulajdonképpen nem fogyasztja el az emésztést könnyítő ételeket a különböző nehezebb ételféleségek mellett, és hogy visszatérjek a jelentőségére, nem mindegy az, hogy a táplálkozással összefüggésben a bél mikroflórájában a különböző mikrobák aránya milyen lesz, és ez függ a táplálkozásunktól. Igen, és ha én a rossz fiúkat táplálom ezekkel a hagyományos ételekkel, és nem figyelek oda a jó fiúkra, akiknek meg ugye a rostok kellenek, és nem a cukor, meg nem az édesség,
akkor jó úton vagyok abban az irányban, hogy beteg legyek. Így van, tehát a különböző baktériumok, vírusok, gombák aránya, például, hogyha nagyon sok édeset fogyaszt valaki, akkor a gombák irányában van bizonyos felszaporodás, és a különböző étkezési típusokkal együtt pedig a jó fiúk, rossz fiúk, ahogy igen, mondtad, a kedvező baktériumok, illetve a kedvezőtlenek aránya megváltozik, és hát ezt nagyon nehéz egyébbel befolyásolni, ezt a táplálkozás megfelelő beállításával kell befolyásolni. Tehát ezért érdemes, hogyha gondot érzünk, akkor mindenképpen szakemberrel konzultáljunk, aki felméri azt a tipikus étkezést, és ki tudja titrálni abból, hogy mi az, amit változtatni kellene, mi az, amit nem szabad, mi az, amit viszont erősíteni kellene a táplálkozásban. Gyorsan mondok még egy rossz hírt, mert emlékszel, hogy a kiírásomban az szerepel, hogy van egy dániai étterem, a három Michelin csillagos Noma, ahol csak és kifejezetten fermentált ételeket szolgálnak fel, ami számomra fantasztikus. És én arra számítottam, hogy majd így gombamódra elkezdenek terjedni ezek az éttermek, ehelyett most olvastam, hogy a René Redzepi, a Noma séfje nyilatkozott, hogy egy éven belül be fognak zárni, mert egész egyszerűen sem lelkileg, sem fizikailag, sem anyagilag nem tudják fenntartani magukat. Ez nagyon érdekes, kíváncsi lennék a részleteire, hogy tulajdonképpen milyen ételsor, azt nem ismerem pontosan, illetve, hogy milyen egyéb tényezők játszhatnak szerepet. Lehet, hogy egyáltalán a globális válság, amivel az éttermek globálisan küzdenek. Úgyhogy ez érdekes. Eszter, mivel zárjuk ezt a mai beszélgetést? Azon túl, hogy ugye egy olyan bővülő és folyamatosan változó környezetbe kerülünk, ahol már nem érdemes csak a hagyományos étrenddel, meg a hagyományos táplálkozással foglalkozni, és egyre inkább, illetve egyre gyakrabban szembe jönnek velünk a műhúsok, meg a különböző különleges ételek, amire azt gondoltuk ezelőtt néhány évvel, hogy ezek csak a science fictionben léteznek, és nem. Igen, ez így van, ezeket érdemes megismerni. Az, hogyha színesítjük a táplálkozásunkat, az mindenképpen jó, de nézzük meg azt a címkét és azt a céget, amelyik árulja ezeket a termékeket. Eszter, köszönöm, hogy velünk tartottál. Önöknek köszönöm, hogy megfordítom, ezt vágjuk. Eszter, köszönöm, hogy itt voltál. Önöknek köszönöm, hogyha velünk tartottak. Viszontlátásra. Ízületi negyed. Fejfájás utca, betegségfalva, akut sugárút, krónikus körút, gyulladás híd, túlsúlyos sugárút, gyógyulás körút, egészségtér. Az ajtók a természetes oldalon nyílnak. B. Király Györgyi ruháiról és ékszereiről a Karizma Plus gondoskodik.